A fiatal telepítésű erdőknek és az öreg fáknak is ez inkább jót tesz, ez, hogy végre el van árasztva ez a terület. Itt, ahol egyébként szarvasoknak vagy vaddisznoknak kéne pihenni, most halak ugrálnak. 2013 óta nem volt ekkora áradás a Dunán. A tetőzés bajánál 730 cm volt. Az árhullám azonban kifejezetten jót tesz az ártéri erdőnek. Körülbelül a gemenci ártérnek az egyharmada kerül víz alá, tehát bőven van az erdei vadnak menekülési lehetősége, amit nyilván a vaddisznók, szarvasok már meg is tettek. Akkor lenne nagyobb a baj, ha a vízállás elérné a 8 métert, mondta Csontos Péter. Az erdőben őshonos növényzet számára szinte életszükséglet, hogy időről időre elöntse a víz. A mélyen fekvő legelőkön most halak úszkálnak és ívnak, így az ivadékok a víz visszavonulása után visszajutnak majd a Dunába.